Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mit tervez veled kapcsolatban. Itt láthatóak a gólyák, és a gólyák jelentik a változásokat. Ő szeretne valamit megváltoztatni kettőtök között. Ez lehet egy költözködés is. Amit a gólyák még jelenthetnek az ő gondolatainál, hogy változik az ő terve, változik valami a hozzáállását illetően. A második kérdés az lenne, hogy hogyan érzi magát. Itt láthatók az utak. Az jelenti egyrészt azt, hogy ő biztos abban, hogy az élet utatok kereszteződött, tehát ez az ismerettség, ez a találkozás nem volt véletlen. Itt gyakran kármikus szerelemről, kármikus párkapcsolatról is szó lehet. Amit az utak még jelentenek, hogy ő tervez egy találkozást, hiszen szeretné azt, ha az élet utatok újra kereszteződne. Amit az utak még jelentenek, ezek a döntések, hiszen ő úgy érzi, most elérkezik az élet útján, ehhez a kereszteződéshez, itt lesznek a változások, amire a gólyák utalnak, és el fog gondolkozni azon, hogyan tovább, milyen irányba. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, vagy mik az ő elvárásai veled szemben. Itt látható ez a kulcs, ez utalhat az ő magabiztonságára, de jelentheti a te magabiztos fellépésedet is. Ezt a kulcsot lehet használni, itt le lehet zárni valamit, mint például elengedni a múltat, vagy bizonyos kapcsolatokat, de ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó. Ezek lesznek a lehetőségek, vagy kinyílik egy ajtó egy közös lakáshoz vagy házhoz, és akkor visszatérnék újra a gólyákra, mert a gólyák jelentik gyakran a költözködést is. Lehet, hogy ezt tervezi veled. A középső kártya azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Itt látható a lilium, ez utal a tisztaságra. Tehát itt ez a szerelem nagyon tiszta kettőtök között. Vagy ő szeretne valamit tisztázni veled. A lenormand kártyáknál ez a virág jelenti a testi kapcsolatot is. Erről akar beszélni, vagy megvan ez a vonzalom, és keresi veled a találkozást, ezt a testi kapcsolatot. Ebben biztos lehetsz, ezt jelenti itt ez a kulcs. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!